Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét, Életvitel című műsorunkat látják. Most röviden nézzék meg, hogy mi is a mai műsor tartalma. Mai műsorunk témája azokkal a megyei kiadványokkal kapcsolatos, amelyek évek vagy akár évtizedek óta terepet biztosítanak az irodalom megjelenésének, helyi, illetve hazai kortárs alkotók munkáit mutatják be az érdeklődő, értő olvasótábor számára. Miért és mikor indultak ezek a folyóiratok? Mit tartogatnak a következő számok? Ma erről beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és a kedves nézők kedvéért szeretnélek bemutatni benneteket. Egymásnak nyilván nem kell. Babosi László a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle képviseletében, mint szerkesztő, és Kovács Dénes a Vörös Postakocsi képviseletében, és itt nem egyértelmű a dolog, hiszen alapítvány, műhely és folyóirat is van, amiről beszélhetünk. Azt gondolom, hogy az alapítványnak, mint egyik alapítója köszönhetlek itt, és akkor sok mindenről tudunk majd beszélgetni. Köszönöm szépen, és én is köszöntöm a kedves nézőket. Ennek a mai beszélgetésnek én azt a célját szeretném megvalósítani, hogy egy picit koncentráltan tudjunk beszélni a megyei irodalmi élet bizonyos lenyomatairól, hiszen minden az lesz, amiről beszélünk, akár folyóirat, akár a művészasztalok, amiket ugye Dénesék kiötleteltek, illetve azok a megjelenési módozatok, itt rendezvények, programok is szóba kerülhetnek, ahol megmutatkozik az irodalom, ez a művészvilág, és ahol az érdeklődők, a kedves olvasók szembesülhetnek azzal, hogy 2018-ban például mi lehet az övék abból a kínálatból, ami létezik, vagy ami idehozható, vagy ami itt születik meg. A Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle bárki számára elérhető. Milyen módon érhető el, Laci? Hát egyrészt meg is vásárolható néhány újságos búdinál a megyei könyvtárban, és mert ugye mi adjuk ki a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, illetve a korábbi számainkat az interneten is el lehet olvasni. Már a Magyar Elektronikus Könyvtárban is ott vagyunk, de a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár honlapján is elérhető a szemle. Hány éves a szemle már? Erre most pontosan azért nem tudok válni, több mint 50, mert a mi jogelődünk az 1945 előtt is a Szabolcsi Szemle működött, az a folyóirat, ezt tartjuk a jogelődünknek. 45 után 56-ban volt egy összesített négy számot egybe kiadó száma, de utána megállt ugye a forradalom miatt, megállt a rendszeres kiadása. Majd a 60-as évek elején is megjelent évente egy-két szám, és a 60-as évek végétől számoljuk, 68-tól kezdődött el úgy, hogy minden évben négy szám jelent meg a szemlében, és ez a 2011 évet kivéve ez a mai napig rendszeresen megjelenik. Te emlékszel, hogy mikor olvastál először bele ilyen kiadványba? Én otthon a szüleimnél olvastam, valamikor a 80-as évek elején. A szüleim pedagógusok voltak, és ők, ha nem is rendszeresen, de alkalomattán vásároltak szemlét, és emlékszem, volt egy nagy vitrines könyvespolcunk, és ott volt néhány szemleszám, és azokat olvasgattam. Utána még már rendszeresen jártam könyvtárba, a Nagykárlói könyvtárba, és ott, ahol ugye akkor még 89 előtt élt Ratkó József, ő volt a könyvtárigazgató, és már akkor is forgatgattam a szemléket. És mióta van testközelből között hozzá? 2011-ben volt egy olyan pillanat, amikor úgy tűnt, hogy megszűnik a szemle, mert ugye előtte volt egy gazdasági válság a devizahitelezés miatt, és a megye nem tudta akkor finanszírozni a szemlét, és akkor a volt főszerkesztő Németh Péter
írt is egy búcsú szöveget a 11-es elé, de szerencsére az akkori megyei könyvtárigazgató, Nagy László igazgató úr beadott egy pályázatot, és később kiderült, hogy nyert a szemle, és akkor újraindult a szerkesztőség, és én akkor, mivel ott dolgozom a megyei könyvtárba, akkor engem is beválasztottak a szemle szerkesztőségébe, és igazából 12-től indul úgy, hogy akkor megint évi 4 számot rendszeresen ki tudunk adni, és ebben mindegyikbe dolgoztam. Mi módon? Szinte mindent csinálunk, tehát szerkesztés, olvasószerkesztés, lektorálás, az anyagoknak a begyűjtése, tehát végeredményben ugye a szerkesztőségben Karádi Zsolt a főszerkesztő, másik szerkesztőtársam Marik Sándor, illetve Erdély Tamás a technikai szerkesztő, és még benne van Nagy Zsuka és Véres Tamás és Antal Balázs, és hát a technikai szerkesztésen kívül mindent csinálunk. Tehát ha jó kéziratot tudunk megszerezni, akkor megszerezzük, ha esetleg kell rajta valami kicsit javítani, vagy valamit átírni, akkor megkérjük a szerzőt, hogy javítson rajta. Van, akit felkérünk bizonyos tematikák miatt, mert valamikor tematikus számokat adunk ki, hogy akkor esetleg írjon erről. Tehát mindent csinálunk. Szerinted, Laci, ez a 2011-2012-es időszak, ami egy kicsit ilyen félelmetes is lehetett ott a szemle életében. Vajon hány emberhez jutott úgy el, hogy aggódtak a szemle jövőjéért? Saját tapasztalatomat tudom mondani, sokan. Mert ugye amikor ez megjelent, akkor lehetett olvasni, hogy feltétlenül nem jelenik meg a következő szám, és akkor jöttek az olvasók, akik a könyvtárba is rendszeresen járnak, vagy akiknek járt, hogy hát mi lesz a szemlével, milyen jó ez a folyóirat, mindenképpen meg kellene menteni, meg ugye hát az a megyének egy ékessége, hogy úgy mondjam, hogy az itt élő szellemi emberek, akik írással foglalkoznak, legyen valamilyen fórum a Vöröspostakocsi mellett, hogy ezeket meg tudják kézzel fogható formában is jelentetni. De szerencsére, ahogy említettem, nyertünk egy pályázaton, és a Sestak elnök úr mindenképpen akkor is kifejezte, hogy ő nagyon szeretné, hogyha továbbra is működne a szemle, mert azt el kell mondani, hogy a tulajdonos az a megyei önkormányzat, a megyei könyvtár a kiadója a szemlének, és ugye a megyei önkormányzat jelentős anyagi támogatást is ad a megjelenésünkhöz, de ugyanígy a városi önkormányzat is, Nyíregyháza városi. És végül is meg tudták oldani, hogy tehát egyrészt nyertünk pályázati pénzt, és utána a megye újra tudta biztosítani a szemle működési költségét. És örültek az olvasók, hogy nem szűnt meg. Hát én is örülök, mert így 2018 nyarán akkor erről is tudunk még beszélgetni, és nem feltétlenül csak a múltról, majd hamarosan folytatjuk. Említetted is a Vörös Postakocsit. Pályázatot is említettél, annak köszönhetően ugye tovább tudott élni a kiadvány. Azt gondolom, hogy a Vörös Postakocsi életében is fontos az, hogy ha van egy sikeres pályázat, mondjuk a ti esetetekben a folyóirat kapcsán ez azért érdekes, mert onlineból ugye éppen ez az a szám, ami újra kézbe vehető formájúvá vált, és ugye Dénes a te személyedben olyan emberrel is beszélgethetek, akinek van köze ahhoz, hogy ugye ezt kézbe tudom venni, hiszen a kiadói oldalról is képviseled a háttérmunkát. Nézzünk egy pici ilyen történeti visszatekintést a Vörös Postakocsi folyóirat kapcsán. Meddig kell visszamenni az időben? Hát a Vörös Postakocsi nem olyan idős, nem tekint akkora múltra vissza, mint a Szabolcs-Szatmár-Belegi szemle. Tavaly ünnepelte a 10. évfordulóját, tehát 2007-ben hozták létre. Egy nagyobb társaság, irodalom szerető irodalmár társaság, de általában úgy szoktunk fogalmazni, hogy Onder Csaba, mint alapító főszerkesztő, és Pető József, mint alapító nevéhez kötődik a megalkotása. Érdekes módon ez a 4-es szám itt is megjelenik, mert amikor elindult a folyóirat, akkor évi 4 lapszámot terveztek és tudtak kiadni.
és valahol még a dátumok is timmelnek, mert 2011-ig volt mindez, és a anyagi nehézségek miatt ekkor váltott át online-ra, és tulajdonképpen ekkor alakult ki az online folyóirat, addig megtalálható volt az interneten, de nem online folyóiratként működött. Ezt nyilván anyagilag kevesebb pénzből, vagy másképpen lehetett megcsinálni, mint a print lapszámokat, de valahogy sikerült úgy megoldani a dolgokat, hogy évente egy nyomtatott lapszámot kihoztak a szerkesztők, fogalmazhatunk úgy is, hogy egy best of lapszámot, tehát az online, az év során az online megjelenésből kiválogatva a jók közül a legjobb írásokat adták ki minden évben. Ezekben már mi, mint a Feliciter kiadó is, mondjuk így, hogy szakmai háttérrel, segítséggel, kapcsolatokkal közreműködtünk. És a nagy öröm az idén jött, hogy eredményes pályázat következtében újra 4 lapszám jelenhet meg. Az első már meg is jelent az idén, a második az a Videófesztivál előtt augusztusban jön ki, a továbbiak az év hátra, év végéig, viszont érdekesség, hogy ezek már nem best of lapszámok lesznek, hanem egy kicsit az önálló tartalomhoz sikerül visszatérni, nem csak azért, mert pályázati feltétel, hanem azért is, hogy önállóan jelenjenek meg ezek a lapok. Nyilvánvaló, hogy lesz, gondolom én, hogy lesz olyan is, hogy egyes írások később felkerülhetnek a honlapra, vagy pedig egy-kettőt a legjelesebbek közül Kolin Borbála főszerkesztő, vagy Kürti László szerkesztő úgy vélik, akkor elhelyezik a nyomtatott folyóiratban is. Na most az online megjelenés az adja magát, hogy ugye akár Ausztráliában is olvassák a Vörös Postakocsit, tehát ez mindenképpen egy plusz. Lehet, hogy én vagyok egy picit régi módi, mert nekem ez így. Tehát aki mondjuk szokott is utazni akár buszon, vonaton, vagy vannak ilyen ráérős, várakozós időszakai, és mondjuk nem egy ekkora telefonon, akkor az talán még mindig szerencsésebb így olvasgatni. Először Lacit szeretném kérdezni, hogy hová tud eljutni a szemle? Az online változat miatt bárhol a világon, ahol internet van, és azért mosolyogtam el az előbb, mert nekem több olyan esetem volt, hogy Amerikából kaptam e-mailt, mert ugye 13-ban volt a Rákóczi Szabadságharcnak az évfordulója, és akkor csináltunk egy Rákóczi számot, akkor ugye a levéltár is egy több konferencia volt a megyében a témával kapcsolatban, és ebből mi egy válogatást adtunk, egy elég jó erős válogatás volt, és felkerült az internetre, úgy van feltéve az internetre, hogy el lehet olvasni, de nem lehet letölteni. Uh-huh. És kaptam egy e-mailt Amerikából, most már elfelejtettem, hogy melyik városból, egy ottani magyar cserkész közösségnek a vezetőjétől, egy idősebb úrtól, hogy ők olvasták a szemlét, és nekik nagyon tetszik, elküldeném-e a PDF-es elektronikus változatában, mert hogyha mi megengednénk, akkor ők ezt, ha megkapják a PDF-et, kinyomtatnák, és egy ilyen kis füzetbe összeállítanak, mert nyáron lesz a cserkésztábor, és a gyerekekkel ezt akarják elolvastatni. Tehát ez nagyon jó érzés volt, persze azonnal átküldtem neki azokat a kért tanulmányokat. Tehát, és ugyanúgy még Felvidékről is volt egy ilyen kérésem, illetve az országon belül több olyan alkalom volt, amikor valamelyik, főleg amikor tematikus számunk volt, például amikor a Dózsa György évfordulója volt, akkor is, hogy látták a Matarka elektronikus katalógusban, hogy milyen tematikajú cikkeket, meg tanulmányokat közöltünk, és ők szeretnének vásárolni. És akkor befizeti a pénzt, és mi postázzuk neki. Tehát nagyon meglepő módon sok helyre eljut így is. Hát amúgy meg természetesen vannak előfizetőink a megyei szinten is, és országos szinten is. Országos szinten, de mondjuk ha a megyét tekintjük először, tehát gondolom, hogy azért a könyvtárakba kerül, ugye? Olvasásra, olvasótermi használatra. Igen, magánszemélyek is. Jó néhányan megvásárolják.
És a vörös postakocsi, ha jól olvastam, akkor minden megyeszékhelyre kerül könyvtárba. Igen, a vörös postakocsi is bekerült a lapkereszt terjesztésbe. Nyilván ugye az anyagi lehetőségek azt nem engedik meg, hogy sok ezer példányba nyomtassuk ki, mint ahogy általában nem jellemző ez az irodalmi folyóiratokra. Éppen ezért a megyeszékhelyek fontosabb újságárus helyén kaphatók, és hadd jegyezzem itt meg, hogy egy jó pár évvel ezelőtt 5. kerület Petőfi Sándor utca Budapest, benéztem valamelyik hírlapboltba, és az egyik polcon felfedeztem a Szabolcs-Szatmár Beregi szemlét, úgyhogy tényleg eljut olyan helyekre, és azért nyilván ez a helyzet most már újra a vörös postakocsival is. Ez a szemleformátum, ez régebben az 50-es években indult Magyarországon. Volt néhány olyan megye, hogy volt borsodi szemle is, de emellett több olyan a megyék általában van olyan, tehát hogy kifejezetten irodalmi lap is volt mellett, például Debrecenben az Alföld, Miskolcon volt a Napjaink, Szegeden a Tiszatáj, és akkor még lehetne Pécsen a Jelenkor, lehetne így sorolni, és ugye Nyíregyházán ilyen irodalmi, vagy Szabolcs megyében irodalmi folyóirat így nem született meg. Itt jegyzem meg, hogy 89 előtt Radkó Józsefnek az volt az egyik fő, egyik mániája, hogy mindenképpen irodalmi lapot kellene, kézzelfogható irodalmi lapot, hogy ide kössük az itt dolgozó, itt tehetséges, itt alkotó tehetséges irodalmárokat, hogy ne menjenek el az ország kedvezőbb adottságú és lehetőségű helyeire. Ezt végeredményben ők sem tudták megvalósítani, csak a Hangsúly című folyóirat, de ami ugye hangos folyóirat volt, a rádióban hangzott, de 3 éven keresztül. De ez 89 után sem valósult meg, míg meg nem jelent a vörös postakocsi, és szerencsére ezt az irodalmi meg művészeti tematikát ez nagyon jól lefedi, mert a Szabolcs-Szatmári szemle az alapvetően inkább tudományos jellegű. Természetesen mi is közben van irodalmi rovatunk is, meg szemléző rovatunk, de nekünk a helytörténet, a társadalom, a történelem, a zene, vagy a szociológia, tehát mi minden tematikát próbálunk bemutatni. Dénes, te hogy gondolod ezt a kérdést? Én úgy gondolom, mint irodalmi berkekben mozgó és irodalmat kedvelő ember, hogy igenis büszkének kell lenni arra, hogy 2 ilyen lapja is van a megyének. Azért ez azt is mutatja, hogy meg lehet csinálni az anyagiakon túl, hogy van kellő szellemi kapacitás ebben a megyében, és ezt legalább olyan fontosnak tartom, attól függetlenül, hogy úgy a szemlében, mint itt is nyilván megjelennek olyan szerzők is, akik nem helyben élnek, nem helyiek, mint ahogy a helyiek is tudnak országos jelentőségek lenni, ugyanúgy ugye nálunk is megjelennek Jónás Tamástól Kemény Istvánig, nagyon széles palettán országosan ismert máshol élő alkotók is. Ezzel tulajdonképpen kifelé mutatjuk azt, hogy mi kiket tudunk felmutatni, az ittenieknek is mutatjuk azt, hogy mások mit alkotnak az országban, és ez egy nagyon jó elegy szerintem. Parancsolj, csak még annyit szerettem volna mondani, és ez különben mindenütt így van, tehát soha nem az történik, hogyha kiadnak egy helyi szinten egy folyóiratot, csak a környékbeli vagy a megyebeli alkotók írnak, tehát ez hogy vegyes az alkotóknak tehát hogy nem csak ott élnek, ez minden folyóiratban így csinálják, mert igazából így lehet megtölteni, meg egy idő után egy kicsit belterjes is lenne, ha mindig ugyanazok az alkotókat publikálnák. Tehát ez azt jelenti, hogy az itt élő, itt alkotó szerzők írásai az ország más területein kiadott, akár az általad említett klassz kiadványokban is megjelenhetnek. Dénes ugye mondta, hogy ő hozta fel ezt a témát, és úgy gondolom, hogy ehhez tudnánk csatlakozni azzal, hogy behozzuk egy kicsit a művészasztalt a Vörös Postakocsi műhely munkájának köszönhetően, hiszen ott ugye fizikálisan is megjelennek azok az emberek, akikkel le lehet egy asztal köré ülni, és én szeretném, hogy azok kedvéért beszélj egy picit erről, akik mondjuk még nem tudtak részt venni ilyen kezdeményezésen, ilyen programon.
Igen, hát ugye a Vörös Postakocsi folyóiratnak van egy alkotógárdája a szerkesztői mellett, és nyilván vannak olyan más művészeti ághoz tartozók is, zenészek, színészek, stb., akik alkalmattán szívesen működünk együtt. Például egy költészetnapi műsoron a helyi költők versei mellett elhangzanak ugye klasszikusok is, és nem csak a költők maguk mondják el ezeket, hanem színészek tolmácsolásában, mint például legutóbb ugye Pregice Fruzsina és Tóth Károly tolmácsolásában hangzottak el ilyen versek. A művészasztal az egy kicsit másképp próbálja idehozni a hazai irodalmárokat. Hál' Istennek azt kell mondjuk, hogy Nyíregyházának nagyon pezsgő élénk a kulturális élete, a könyvtár is természetesen törekszik arra, hogy minél több írót, költőt elhozzon ide, de a feleségem Kovács Judit találmánya úgymond ez a művészasztal, aki azon gondolkozott, hogy lehetne egy kicsit másképp bemutatni ezeket a szerzőket. Nem csak úgy, hogy beszélgetünk vele, és nem is azért, mert Grecsó Krisztiántól többekig azt mondták, hogy már lejárt annak a kora, hogy két ember beszélget, mert hogy a közönség már mindenütt színházat akar. És akkor úgy mutatjuk be ezeket a költőket, írókat, hogy a műveikből színpadra állítunk jeleneteket. Ugye az első vendégünk Boldisár Ildikó volt, akitől azt is megtudhattuk, hogy a mesék nem elsősorban a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is szólnak, és ugye a vele történt beszélgetést illusztrálta azt, hogy a Ildikó által átírt Holle anyu című mesét a Móricz Zsigmond Színház művészei előadták. De a többi vendégnél is Grecsó Krisztián, Tompa Andrea, Dragomán György, vagy éppen a helyi szerzőtársunk, barátunk, alkotótársunk Csaba Ilaci műveit is ugyanígy állítottuk színpadra, beszélgetés az íróval, a különböző, van, hogy csak egy regényből, van, hogy több művéből alkotott jeleneteket a színművészek színpadra állítják. Azt kell mondjam, szerénytelenség nélkül is, hogy sikeres lett, hiszen mondhatjuk azt, hogy a művésztúdióban 100% fölötti volt a látogatottsága ezeknek a rendezvényeknek. Ugye részben pályázati támogatással, városi támogatással és a Móricz Zsigmond Színházzal való együttműködés révén jönnek létre ezek az estek, és összeszámoltuk, hogy itt az 5 vendég mellett összesen 18 színész, táncos, zenész, irodalmár volt a színpadon, átlagosan 10 ember van fent a színpadon, tehát ez tényleg más, mint egy úgymond szimpla beszélgetés, aminek egyébként ugyanúgy megvan a bája varázsa szerintem, hogyha beszélgetünk. De ha mást akartatok, akkor ez sikerült. De mivel mást akartunk, ezért ez így valósult meg. És ugye nem kell múlt időbe beszélni ezekről a összejövetelekről. Hát hál' Istennek ugye az első széria az tavaly kezdődött a Vidor Fesztiválon, és májusban ért véget ezzel az 5 esttel. Most újabb 3 estre van lehetőségünk. Talán nem véletlenül a Vidor Fesztiválon kezdődik, amin Hályi János lesz a vendégünk, aki ugye költőként, íróként, drámaíróként is ismert, roppant sajátos, érdekes humora van. Tavaly például 2 darabját játszották a Vidoron, tehát ilyen kötődése is van. Minő érdekesség, hogy Dragomán György ugye vendégünk volt, nyilván nem ezért, de a színház következő évadjában ugye a Kalucsni című drámáját bemutatják, és még 2 vendégünk lesz, az ő nevük egyelőre maradjon titokban. Tehát akkor a Vidor Fesztiválig kell csak várni, a Vidoron hogy szeptember újra legyen. 1-én a művésztúdióban lesz Hályi János. Már itt a kicsit kitekintettünk ugye az irodalmon túl. Laci sem csak a könyvtárban van, és nem csak ezt szerkezett, de zenélsz is, ugye? Igen. Beszéljünk egy ilyen. Csak hát ilyen most ilyen összművészeti egy kicsit ez a beszélgetés. És volt olyan postakocsis lapszám bemutató, hogy éppen a Laciék zenekar a zenélt. Azért egy pár szót beszéljünk erről a zenekarról. Hát én az Altézis trióban zenélek. A dobos az... Tehát Masó Péter a dobos, Dankó Tibor a basszusgitáros, jó magam zongorázom, meg én, hogyha éppen nem népzenei feldolgozást játszunk, akkor én szerzem a zenét is. Van, amikor énekel velünk énekesnő is, most a Helyszkutunde énekelt néhány koncerten az elmúlt időben velünk. Hát ezt mi jazznek nevezzük, de nem ez a hagyományos swinges jazz, bár vannak swinges számaink, hanem inkább ilyen
ilyen kelet-európai dallamok és a jazz szintézisét próbáljuk megvalósítani. Lehet a Kodály Zoltán értelemben világzenének is nevezhetjük a muzsikánkat. És hol lehet egyébként titeket úgy valamikor hallani? Legutóbb a Laborkaféban játszottunk egy adománygyűjtő koncerten két héttel ezelőtt. Van-e valamilyen érdekes, fontos megosztásra váró információtok a készülő számokat illetően? Laci? Hát ugye nekünk még két szám fog megjelenni, ősszel és télen. Mind a kettő természetesen nagyon érdekes lesz, és érdemes lesz megvásárolni, vagy forgatni. A hármas számban a történelem lesz előtérbe állítva, Radkó Józsefről is közünk egy tanulmányt. Nagyon, lesz egy érdekes fordításunk is, amit a Nyíregyházán élő egyik legkomolyabb ma élő konzervatív filozófus Bui Ferenc fordít, Kumaraszvami, ő egy ceyloni művészettörténész volt, és egy olyan tanulmányát, az egyik legjobb tanulmányát fogja lefordítani nekünk a labba. Ez is egy érdekesség, mert mi ilyen fordításokat eddig nem nagyon közöltünk. Ő Radkó Lujzával együtt fordítja le ezt az érdekes tanulmányt. A négyes számban az meg azért lesz érdekes, mert ugye most Krúdinak van egy kétszeres kerek évfordulója, és a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár pályázott egy komoly Krúdi konferenciára, amit október 19-én fogunk megvalósítani. Tehát ez egy egész napos, körülbelül 10 előadó részvételével Budapestről, Debrecenből és Nyíregyházán a főiskoláról jönnek majd a tudós tanárurak Krúdi témában előadni, és a négyes számunknak ez lesz a fő tematikája, ennek a konferenciának az előadásait szeretném majd közölni. Uh-huh. Dénes? Hát az biztos, hogy három lapszám még készül, az biztos, hogy a Vidor előtt kijön az első. Ugye a szerkesztés Kulin Borbál, a főszerkesztő kompetenciája, aki már egyes fejezeteket úgy a grafikusunknak, a grafikai szerkesztőnek át is adott, úgyhogy én abban nem vennék be, hogy mi lesz benne, illetve egyetlen egy címet emelnék ki, mert hogy hadd beszéljek hazam, hogy Száraz Ancsa újságíró kritikája olvasható majd a Művészasztal első évadáról, tehát aki kevésbé ismer a Művészasztalt, a Vöröspostás kocsiból kaphat egy összegzést, hogy mi is ez az előadás sorozat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, hogy egy kicsit tudtunk beszélgetni, nyilván egész hosszan is tudnánk még, de úgy gondolom, hogy azok a kedves nézők, akik most végighallgattak bennünket, és mondjuk esetleg nem tudtak arról, hogy újra van kézbe vehető Vöröspostakocsi, vagy esetleg hallották a Laci ajánlását a készülő szemlékkel kapcsolatban, talán akkor kedvet kapnak ahhoz, hogy utána is járjanak. Én nagyon jó munkát, további sikereket kívánok mindkettőtöknek. Köszönjük szépen! A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.